mi történne. Dobronai László filmrendező itt éppen azt magyarázza, mennyivel is másabb egy filmforgatása, mint egy színházi előadás. A forgatás tele van próbákkal és leállásokkal. Jóval lassabban halad, mint egy színházi bemutató. Ez egy tőkemény meló, most meg tudjuk, hogy milyen filmet forgatni, de benne kell maradni szeretlen. Minden mozdulatra, mimikára figyelni kell, és ebben a koncentrációban Gábor Szilvinek, az opera játékmesterének is nagy szerepe van. És utána már közül, és akkor lerakom. Elveszett, dúj, ámen, dúj. Ő az, aki ismeri a darabot, a színházi rendezést, ő az, aki egész nap irányítja a művészeket és jelez, ha valami nem úgy zajlik a színpadon, ahogy annak történnie kell. Jönnek a srácok, álljatok belé! Több olyan dolog is volt a forgatáson, ami változást idézett elő a színpadhoz képest. Énekarnyát kitaladja a 20 perc szünetet. Vannak olyan jelenetek, amit, hogyha az embernek lehetősége van filmet forgatni, akkor sokkal esztétikusabban, sokkal izgalmasabban meg lehet csinálni, mint mondjuk egy színpadi jelenetben. Ezt kellett szinkronba hozni. Ahogy szinkronba kellett hozni azt is, hogy az operaénekesek mindegyik felvétel alatt tökéletesen bele tudják élni magukat a karakterükbe. Az élő közönségnek az kell, hogy a 200. ember is lássa a 20. sorban, hanem most itt sok közelivel is dolgozunk. Az egykor Bécsben élő, vallásos zsidó családba született magyarságát híven őrző Goldmárkot egyik tanítványának szépsége ihlette a különös bibliai tárgyú opera megírására, melynek témája egy túlfűtött szerelmi háromszög történet, Sába királynője, egy fiatal jeruzsálemi diplomata Assad és a főpap Salamon királylánya Szulamit között. Maga a tisztaság, a női tisztaság, az érintetlen, a szűzies, aki hisz a szerelemben. Az operafilmben a két szerelmest, Sába királynőjét Gál Erika, Assadot László Boldizsár alakítja. Ez nagyon-nagyon emblematikus szerepem lett, azt gondolom ez a szerep. Nagyon-nagyon megszerettem, nagyon féltem tőle, mert borzasztóan nehéz, de nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ennek a produkciónak a részese lehetett. Sok olyan dolgot kell a színpadon véghez vinni, ami főleg hangilag előadásban nagyon leterhelő. Így filmforgatáson kevésbé, de ez viszont napi 10-12 órában csináljuk, úgyhogy ez azért attól nehéz, hogy akkor is este 8-9 között is ne csak az esti szemcsepp miatt legyen olyan a szemed, hanem tényleg belülről jöjjön az, hogy te nem 51 éves vagy, hanem 20. A Sába királynője egyik a legigényesebb dalműveknek, amely monumentális díszleteket kíván, nagy vonalú, biztos kezű rendezést, látványos balettet és igen nagy létszámú énekkart. Azok közé a művek közé tartozik, amelyeknél a külsőségek is döntő szerepet játszanak, annak érdekében, hogy a színpadra vitel grandiózus legyen. Ahogy a színházban, úgy látható, a filmben is teljesülnek ezek a kritériumok, hogy a Sába királynője az opera rajongó vagy operával ismerkedőket is lenyűgözze majd a képernyőn keresztül is.